Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amiben a Westworld című sorozat második évadának a 9. részéről fogunk nektek beszámolni, aminek a címe Vanishing Point. Műsorvezető kollégám ezúttal is Gáspár. És Gergő. Sziasztok! Akit ugye a Filmbarátok podcastből lehet elsősorban ismerni, filmbarátok.blog.hu címen, és mellette meg nagy hát sorozat és filmfogyasztó mondhatni. Adott esetben pedig játszol is. Néha-néha. Meg néha Westworld kibeszélőben is részt veszek. Így van. Aminek nagyon örülünk. Annyit szeretnék még csak elmondani, hogy ugye most picit szünetet tartottunk itt a 100. adás után, mondhatni mentális szabadságra mentünk, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne folytatnánk a túlnább adásoknak készítését, és már meg is van a következő tematikus adásunknak a témája. Nyilván nem 100%, hiszen még nem vettük fel, de most minden esetre ez a terv. Ez pedig az Oceans filmek, ugye az Oceans trilógia, és akkor az új rész kapcsán, amit már elvileg játszanak a mozik, azok kapcsán fogjuk ezeket megnézni, és összesen ugye tehát erről a 4 filmről fogunk majd beszámolni. Gergő, az eredetit nem nézitek meg? Egyébként nem hülyeség eszembe jutott. Ha marad rá idő, akkor megnézzük, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire öregedett jól vagy rosszul az újhoz képest. De az valami 30-as évekbeli, vagy mikor 60-as, készült 60-as években. 60-as? Azt hiszem a Frank Sinatra volt az Ocean. Daniel Ocean. Ja. Nem biztos, hogy vállalhatatlanabb, mint a George Clooney. Igen, Gáspert annyira nem szórakoztatta a film, de ez spoiler, úgyhogy majd a DLC-t töltsétek le, és vásároljátok meg, kérlek a teljes véleményt, hogy meghallhassátok majd. Ez valószínűleg jövő hét elején fog majd felkerülni, ha sikerül. Na, és akkor a Vanishing Point című epizódot egyébként Roberto Pattino írta, ami szerintem valami álnév, tehát én nem hiszem, hogy így Robert hívnak egyen. Pattinson. Igen, a Robert Pattinsonnak. Igen, ő a latin változata. Vagy olasz inkább. Olasz Roberto Pattino, tényleg. Egyébként nem volt az. így döntöd el, hogy valami... Nem kimondani olaszosan, és akkor tényleg... Igen, így jó. És a rendező pedig Stephen Williams. Stephen Williams, nem, azt nem lehet kimondani, tehát akkor ő nem olasz. Ő azért fontos, mert ő egyébként Lostot rendezett korábban, nagyon sok Lost részt rendezett, és ugye egyre több így a Lost utalás így a Westworld tekintetében, minthogyha Nolanék is egyébként nagy Lost rajongók lettek volna, mert igen sok elemet átemeltek abból a régi, mára már kultikussá váló sorozatból, most a kultikus hát az akár... Hát meg van azért közös pont, tehát ugye J.J. Abrams mind a kettőnél ugye producer volt. Igen, így van. Bár gondolom a producer itt annyit jelent, hogy néha ránéz a bankszámlájára és konstatálja, hogy igen, megint kerestem pénzt, úgyhogy semmit nem csináltam. De hát ez a Lostnál így... ugye ott aktív volt. Hát az elején. Az elején az igen, hát az első részt a pilotot megrendeztem, minden idők legdrágább pilot epizódját akkor, és akkor izé igazából itt meg szerintem az ő produkciós cége benne van talán, meg igazából így megkereste ott a Nolan, hogy akkor szeretnél segíteni, és vele segítek, persze, nem, van pénzünk itt a szar, aztán utána eladták az HBO-nak gyorsan. Ként a bankszámláról jut eszembe, múltkor én is elnéztem a bankszámlára, és megörültem, hogy mennyi pénzem van, de aztán kiderült, hogy ez csak a bankszámla számom. Úgyhogy ez igen szomorú esemény volt az életemben. Hittem azért, mert a 12 éves emberre szavaztál. Igen, Gergő, azóta is elnézést kérek, hogy így döntöttem, de akkor ez... Fölösleges. Most már úgyis mindegy, igen. Annyira haragszol ránk, hogy azóta is szerepelsz az adásokban. Semmi gond. Összességében hogy tetszett nektek ez a rész? Főleg ugye a múlt heti után, ami tetszett nekünk, de ugye az volt vele a bajunk picit, hogy nem nagyon haladt előre a sztori, és Gergő, azt úgy emlékszem, kicsit unalmasnak is találtad, hogy kíváncsi vagyok, hogy ahhoz képest ez mennyire jött be. Szerintem ez király volt ez a rész. Tehát úgy őszintén szólva, ez is egy ilyen karakterközpontú rész volt szerintem, tehát hogy majdnem annyira, mint az előző, csak itt egy olyan karakterről szólt, aki pirok, vagy kedvelek. Tehát ugye a William, vagy Eteris, vagy az öreg, vagy nem tudom, Men in Black. Igen, a Men in Black. Neki ugye a háttérsztori az már nagyon sokszor ugye felmerült, hogy na mi lehet itt pontosan a háttérben, és most ugye megismerhettük, hogy igazából mi volt itt a feleségével, mik voltak itt az utolsó pillanatok, a lánya hogyan áll ehhez, és a jelenben is eléggé komoly behatások érték szerintem a karaktert.
Meg elindultuk a finálé felé, tehát ez mindig egy jó dolog. Mm. Tehát a Westworld ilyenkor általában, vagy hát általában az előző évadban is erős volt, és itt is szerintem úgy olyan események történtek, amik miatt mindenképpen érdeklődéssel várom a zárást. Hát csak annyi zárójelben, hogy abban egyetértek, hogy haladunk a finálé felé, de viszont itt is inkább karakterek konfliktusa szempontjából. Tehát sztoriban mi mindig ott tartunk, hogy mindenki a Valley-be akar eljutni, és ez már 4 rész óta ez van. Tehát ilyen szempontból nagy előrelépés nem történt, hanem inkább a különböző karakterek jutottak el olyan fordulópontra, ahol ugye hát eldől a sorsuk meg az egymáshoz való viszonyuk. Ugye gondolok itt most a Teddy-re, Dolores-re, Maeve-re, meg a Men in Black-re. De ugye ezen kívül plot szempontjából olyan nagy extra dolog nem történt szerintem. Igen, nekem egyébként pont ezt jelzett egy kicsit, hogy jó, érdekes volt az egész Atheris szál, meg az legalább tényleg ez is egy kicsit ilyen lost hangulat volt, hogy most akkor az epizódnak egy része az ilyen flashback, és azt tudom meg, hogy mi történt egy bizonyos karakterrel, akire ez a rész fókuszál. De ugyanakkor meg azt éreztem, hogy cselekmény, vagy hát, hogy így események szintjén meg tényleg semmi nem nagyon történt, vagy nagyon minimális dolog történt, és hogy már gyakorlatilag a maximumra járatták azt, hogy már mindjárt, már hamarosan itt van, már majdnem a 10. résznél tartunk, már még nem teljesen, de már mindjárt ott vagyunk, már majdnem odaérünk, már mindjárt ott. Igen. És hogy ezt éreztem, hogy jó, oké, értem, hogy utolsó előtti rész, de hogy ott még itt történhetne valami, olyasmi, aminek van értelme. Mert hogy tényleg a jelen szálakban meg megint csak ilyen egy mondatnyi esemény volt igazából a történet szintjén. Hát azért voltak legendás pillanatok, tehát szerintem Andrásnak most született a kedvenc pillanat. Igen, életem legnagyobb idézete. Külön robotot. Ez egy külön adást. Egy külön podcastet fogunk felvenni tényleg arra. Igen. Azért a 2 másodperces mondatért. Ez valami földön túli volt. Már azért megérte megnézni a részt egyébként. De összességében nekem tetszett az epizód. Szerintem amit a Westworld tud, ez nagyjából kihozta a maximumot. Tehát itt nem zavartak a Ford monológok, érdekeltek a karaktereknek a cselekedetei. Jó volt felvéve, szórakoztató volt az egy Ace Ventura jelenet ugye a Jeffrey Wright-tal, és én el voltam rajta lekötött, ugye a múlt heti része ellentétben ugye nem egy random statisztának az életét ismertük meg, hanem az egyik legfontosabb főkarakternek a háttér motivációját. Olyan sok új dolog egyébként szerintem nem derült ki, de ügyesen árnyalta a karakterét, hogy ő mennyire egy ilyen conflicted személyiség. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy bár Lost-ra hajazó lett volna, de lehet, hogy nem lett volna baj, hogyha az egész évad, vagy az egész sorozat igazából inkább ezt a formátumot követi, hogy ilyen flashback-szerűen azért megismerek egy-két szereplőt, mármint hát akit lehet, mennyire ahhoz. Minden részben lenne egy karakter, akinek így hát, a hátterét jobban kibontják. Az a baj, hogy nem nagyon tudsz kit bontogatni, mert a 3/4 host. Igen, hát őket meg a máshogy bontogatták. Vagy a designereket, nem tudom. De akik így gondolkozik, hogy nézzen ki a Dolores? Legyen az őke. És nézzen ki úgy, mint az Evan Rachel Wood. Jó ötlet. Nem, de egyébként tehát az is lehetett volna. Vagy hát, ha nem is 100%-ig minden része erre épületett volna fel, azért el tudtam volna még képzelni pár ilyet. Meg azért szerintem abban is bőven van még, hogy ott a Doloresnek a kezdeti napja idézőjelben, meg az egész, hogy akkor most a Dolores tesztelte igazából a Bernardot, ezzel a vonalon is azért én el tudtam volna képzelni még. Hogy ugye Teddy, akár egy a szarvas marha csorda. Igen, az mindenképp szeret, tehát hogy az lehetett volna egy epizód, hogy a marhák megbetegszenek, és akkor a Abernathy papát látjuk, nem csak elmesélik, hanem látjuk, hogy ő hogyan. Igen, ez az eredet sztori lesz. A Westworld sztori lesz majd külön filmváltozatban. Na, de hogy szerintem azért nem lett volna rossz egy pár ilyet. De egyébként még azt mondom, hogy még hostokba is lehet, hogy bele lehetett volna rakni azt, hogy ilyen kvázi előző élet jelleggel, vagy hogy abból többet látni, hogy a Maeve-nek milyen volt az élet, amikor a lányával volt, vagy abban az életben,
tényleg az ugye az indiánokból most láttunk egy teljes részt, de hogy lehet, hogy ezt így el lehetett volna osztani akár. Hát, vagy úgy megcsinálni, hogy például az emberi karakterekre mondjuk valami közös sztorit kihozni a hostokkal, mint például ugye volt a Williamnek, meg a Doloresnek, és hogy mindegyiket valahogy így egy picit egy ilyen korábbi karakterrel, a hát, hostoknak korábbi karakterek lehetett karakterével volna. valami történetet mesélni. Szerintem az még Lehetett egy volna, igen. érdekes dolog lett volna. De Na viszont... hát... Igen? Hát de mindez nem ez volt. De mondjad... Hát igen, csak annyi, hogy ebből is látni, hogy az évad legjobb részei, ezek a karakterközpontú részek voltak. Tehát ugye Igen. a Delos papás rész, aminek most nem jut eszembe a címe, sajnos valami francia címe volt, a múlt heti és a mostani is egyébként. Tehát hogy itt úgy tűnik, hogy az írók valahogy jobban ki tudnak teljesedni, és nem 86 karaktert nézünk, akinek a három egy a robot, és a maradékról se vagyunk biztosak, és mindenki össze-vissza fondorlatoskodik. Tehát valahogy itt megteremtődik az az érzelmi kapocs ezekben a karakterközpontú epizódokban, ami a többiben nem. És emiatt jobban érdekel, hogy mi történik. Úgyhogy ilyen szempontból jó. Ez nyilván elosztásban nagyon szar, tehát most a 8. 9. részben két ilyen erős karakterközpontú, ez egy elég fura, de hát örüljünk, hogy van. Úgy érted, rossz volt a delosztás? Ez az. Én múltkori óta már takarékon vagyok, úgyhogy örülöm, hogy valaki viszi tovább a lángot, és folytatja ezt a hagyományt, hogy kurva szar szóvicceket süssünk el. Gáspár még nem utál elég, úgyhogy dolgoztam kell még egy kicsit. Ha itt lenne a Lóri, akkor azt mondanám, hogy rá se lóráncs. Oké, menjünk tovább. Szóval kezdjük el akkor a részt elemezni. Szerintem a Men in Black szála a legfontosabb, úgyhogy kezdjük tehát vele. Egy flashback ugye a résznek az igen nagy része, ez nagyon gyönyörű volt. Majd kivágom. Egy gálát rendeznek William tiszteletére, amin a felesége és a lánya is részt vesz, és hát itt megtudjuk, hogy a felesége sajnos alkohol problémákkal küszködik, és hát kimondható, hogy alkoholista, és hát igen kellemetlen szituációkat tud létrehozni, és ezért William kimenekül erről az estéről, és találkozik a bárban Forddal, ismételten egy Anthony Hopkins jelenet. Az elején egyébként még beszéltük, hogy visszatér-e, nem tér-e vissza a CGI-jal, tér-e vissza, vagy más színész játssza, de szerencsére itt van teljes valójában, és én minden jelenetének örülök, mert nagyon szerettem ezt a színészt. Ahol egyébként arról vitatkoznak, hogy ki milyen szerepet vállal a park működésében, illetve ki mi felett tekint el. Ugye az a lényeg, hogy a Delos az megígér, hogy kimarad Ford sztoriaiból, viszont cserébe Ford pedig a Valley-be nem folyik bele, hogy mi történik a Valley Beyond-ban, ugye. És viszont Ford szerint a Delos megsértette ezt az egyességet, és átad egy ilyen kis, hát én profilkártyának hívtam, mert ugye kiderült, hogy az, amin gyakorlatilag rajta van a William eddigi egész pályafutása a Westworld-ben, ami elsősorban inkább negatív képet fest le róla. Ezt így jól értelmeztem? Hát igen, egy profilt ugye létrehoznak a bent töltött idő alatt, és ugye ezt a profilt, amit ugye megalkotnak a viselkedés alapján, ezt tárolják a Very Beyond-ban. Tehát én ezt mondhatni az ő személyisége? Igen, ez az a leképezett adathalmaz, ami alapján elvileg meg tudnák csinálni őt ilyen hostnak, vagy androidnak, vagy tehát létre tudnának hozni egy mesterséges tudatot, ami ugye a célja is ennek az egész Valley Beyond-nak, és az Etherisé. És ebben ugye benne vannak a tettei, és hát nyilván szerintem ez egy ilyen best of, top 10-es, vagy top 110-es összeválogatás lehet a benti tetteiről, és ezt nyújtotta át neki szerintem, hogy... Hát sarolja talán, hogy tudunk rólad mindent, és ne akart, hogy ez kiderüljön? Hát a célját szerintem nem fejtette ki, tehát hogy az nem lett kimondva, hogy pontosan mit akar azzal elérni, hogy miért adta át neki. Hát csak gondolom. Szerintem, hát valószínűleg az amúgy, hogy tényleg mindenkiről tudnak mindent. Tehát itt még a Bia se tud elbújni előle. De ez azért... fura egyébként, mert ugye ez az egész profilkártya, meg személyiség dolog, ez ugye inkább tehát, hogy ez nem a Ford részlegéhez tartozik, vagy a Ford részéhez, hanem inkább a Delosséhoz, akik ugye, tehát, hogy mert a Ford, szerintem, ugye tudjuk, hogy ő
Hivatalosan azt mondja, hogy hát őket a sztori érdekli, vagy ő azt el akarja mesélni, ugye valójában megtudjuk, hogy ő az androidokból akar saját önálló, úgymond fajt és önálló egyedeket csinálni, és ugye ehhez neki igazából nincs szüksége erre a kártyára, vagy hogy arra, hogy valódi embereknek az adatait gyűjtse be. Hát, hogy És mi van akkor, hogyha csak azt akartam megmutatni, hogy mindenről tud? hát valószínű, igen. azt elképzelhetőbbnek gondolom, hogy tartom, hogy az volt a célja, hogy kicsit így oda mutatni, hogy na, Igen, ne tudok ám én is arcoskodjon. mindenről. Igen. Igen. Igen, meg ugye Ford ugye nem replikálni akarja az embereket, hanem jobbá tenni őket, ahogy ugye a Bernardról is tette. Tehát mondjuk a rész, mindegy, majd rátérünk. Én ezt nem így De gondolom. nem úgy volt, hogy azt mondta, hogy jobb is, hogy a Dolores emlékeiből, meg a saját emlékeiből rakta össze a Bernardot, mert így több erkölcsel, meg tisztességgel tudja felruházni ezeket a hostokat, mint amilyenek maguk az emberek voltak. Hát igen, csak tehát, hogy ne, bocs, akkor lehet, hogy csak félreértettem, amit mondasz, de az a lényeg, hogy, tehát, hogy ő nem az embereket akarja javítani, hanem ő egy teljesen új Igen, dolgot így szeretne van, létrehozni, igen. Én is ezt akik mondom. önmagukban jobbak, mint az Igen, emberek. ugyanerről beszélünk, jó, oké, és Ja. akkor. És akkor még a végére mondja, hogy csak még egy játékot akarok játszani. És akkor sejtem a zene. Csíkszó. Igen. Amúgy tényleg abszolút, tehát simán lehetne egy ilyen side-by-side videót csinálni, hogy hány Jigsaw idézet mehetne a forcájába és oda-vissza. Simán ugyanaz a kategória. Azért néznék egy fűrész izéri még ez az Anthony Hopkins főszereplésével. Igen, és egy Most Oscar-díjra visszaküldöm. jelölnék, ez mekkora Hát azt még jobban. Oscar-díjas Mondjuk, fűrész. amúgy a Térdre Tobinben után. az tényleg egy picit olyan volt, mint a Anthony Hopkins Light, vagy nem tudod, egy kicsit Igen, olyan igen. olcsósított Anthony Hopkins. Mondjuk nem volt rossz, mint sem volt Nem, baj nem, azzal a nem. csávóval, de attól függően valahol, mint hogy tőle szedte volna az inspiráció. Tehát ez csak egy ilyen kis Na, mellék hát figyelj, zönge. igen. Az öreg pszichopaták, azok már mind a Hannibal Lecterből merítenek szerintem, úgyhogy ő az alfa és omega. Na, és akkor ugye flashback folytatódik, hogy igen, valaki levegőt vett. Ja, nem, Ja, csak csak egy... eszembe jutott, hogy az alfa és sport meg a... Jaj, na Igen, azért, na. bár csak nem mondtad volna. Nem baj. Bocs. Köszi. De tényleg átvetted a szerepemet, úgyhogy most már tudom, hogy mit érzed, Gáspár. De egyébként jó. Ugye Bill hazaviszi Julietet, és hát a nő akkor itt gyakorlatilag ropogósra oltja, hogy csak mérgezi a családját, és hogy sosem szerette őt, és hogy azt kívánja, hogy bárcsak elhúzna a büdös francba. Aki, hát sem William, csak tűri, nem szól vissza, és ugye lefekteti a nőt, aki arra kéri, hogy csak egyszer mondj igazat, és akkor William azt hiszi, hogy alszik már a nő, ezért előad egy nagyon hosszú monológot, amiben gyakorlatilag az a lényeg, hogy van benne valami sötét folt, amit megpróbált eddig eltakarni, elnyomni, de aztán rá kellett jönnie, hogy ez mindig is benne van, és ez az ő része. És mit is mondott még, hogy ő nem ebbe a világba tartozik, hanem egy másik világba, nyilván a Westworldre gondolt. Tehát ennyi, ezt előadja, akkor a nő kicsit kiakad ezen, és megöli magát. De most ez azelőtt volt, a nő ekkor már látta a kártyát, vagy utána nézte meg? Ja igen, bocsánat, Tudod? tehát hogy meghallgatja, ezt nem mondtam, feláll, előveszi a kártyát, amit nem tudjuk, hogy honnan tud, hogy ott van, de ott van. Mert hallotta, hogy ott matat a könyveknél biztos, mert Lehet. az a kedvenc könyve, és ismeri ezer közül is alapján a hercegését. Hát meg nem egyébként, de tehát hogy egyébként először egy másikat vett ki, szóval Igen? Jó. tehát hogy csak tudta, hogy ott van, és Oké, okay, megtalálta. megtalálta a kártyát, megnézte, Ebben igaza van. és akkor hát ráébredt, hogy milyen ember is valójában a férje, mert eddig ugye nem jött rá, és akkor ezért azt a megoldást látja a legjobbnak, hogyha megöli magát. Maga az a konfliktus, vagy az a veszekedés ott az elején, amikor a lány is ugye részt vett benne, szerintem elég kemény volt amúgy. Tehát, hogy eléggé súlyos dolgokat olvastak egymás fejére, és valahol amúgy így valahogy átéreztem azt, hogy azért tényleg eléggé nagy szarban vannak mindannyian. Tehát amikor már a lánya is szembesült ezzel az egészet, és tényleg senki nem csinált semmit se jól ebben a családban. Tehát ugye a William az teljesen elhatárolódott tőlük, ugye tényleg olyan volt, mintha egy ilyen maszkban lett volna közöttük, és ezt érezte az asszony. Tehát ugye mondta is az Eteris ezt, hogy mindenki előbb próbált eltakarni, de valahogy biztos benne, hogy a Juliet az mindig is átlátott ezen. És a nő ugye ezáltal azt
érezte, hogy sose ismerte igazán a férjét, a lány meg ebben nőtt fel. Tehát folyamatosan ezt látta, hogy a szülei azok, mint hogy a két idegen élt volna egymás mellett. És ugye milyen... És ez... Igen? Ja, csak ez, hogy ez számomra borzasztóan megrázó le, vagy volt az egész elgondolás, hogy valaki így nőjön fel. Hát meg ugye megfordul a karakter, tehát érdekes, hogy hogy hostként viselkedik a valódi életében, a valódi családjával, tehát csak egy szerepet játszik, nincs ott a szíve, rutinban tolja a szövegeit, de nem látszik rajta, hogy élvezni, és a Westworld világában meg ott meg teljesen önmaga lehet, és teljesen kiélheti magát. Tehát, hogy így megfordul ez a dolog. Mit akartam még? De egyébként nagyon jól játszottak a színészek, tehát ezt a nőt már láttam valahol korábban, más filmekben, meg talán Waterhouse-ban is volt talán. Igen, ő volt a House-ban a felesége. Hát nem a felesége, a House-nak a korábbi nője volt. Nem volt felesége, csak nője. Nem, felesége volt. Nem volt. Nem, de lehet, hogy az volt. Volt felesége, nem? Oké, elhiszem akkor. Hát valaki hozzáment a House-hoz, azért ez már önmagában elég súlyos korkép. Jó, oké. Bocsánat, közben beszélgessetek. Parancsszó lesz, kimondotta, jó. Mivel akarod folytatni, mert nem akarok előre rohanni. Hát ezzel kapcsolatban van még valami megbeszélni valók így a flashbackben, mert szerintem más nem történt. Hát csak maga az vizuálisan egy tök szép megoldás volt, hogy az elején azzal a gyöngyöző, lefutó vízcseppel indult ugye az epizód, és akkor a végére nyert értelmet, hogy tulajdonképpen mi ez. Tehát, hogy az etelizék ott éltek egy kibaszott nagy fényűző házban, és közben egy normális szigetelést nem tudtak betegni. Ja, igen, azt beszéltük is, igen, hogy ez igen. Kicsit érdekes. Én is mondtam, hogy elég szar a házuk, hogyha egy másodperc vízfolyás után már a plafonon jön át a víz, az nem annyira... Igen. Tehát, hogy ilyen szart akar, akkor tényleg én is visszamennék inkább a Westworld-be, tehát akkor már leszívjunk már ezzel. Hát, de... öreg a ház, már gyengék a csövek, már nem bírta. Nem csak bírta. Én még azt sem értettem amúgy, hogy most így felment, és mintha olyan lett volna, mintha vér lenne a vízbe, de mellette meg ott volt a gyógyszer is. De nem láttam vágást a karján, és most nem értettem, hogy most double action ezzel, tehát, hogy egyszerre kettőt csináltam, hát vagy nem. Pedig csak sötét volt a víz, és akkor mellé megbeszedte a gyógyszer. Szerintem double, mert nekem úgy rémlik, hogy az előző alkalommal, amikor ezt a képet már láttuk, akkor is az volt, hogy tehát akkor ott vér volt, és... Lehet, hogy bevett valami nyugtatót, vagy olyan fájdalomcsillapít, vagy akár, csak utána vagdósta szép magát. Jaj. Nem, hát mondjuk, de ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy most tényleg egy nő megtudja, aki vele élt az egész életét, és nem ismerte egyáltalán azt az embert, hogy sose látta igazából olyannak, amilyennek, és utána ezt meglátja, és kiderül, hogy tehát egészséges ember ilyet semmiképpen nem csinál, hogy tényleg ott nőket végigrángat az éjszaka közepére, aljánál fogva aztán kivégzi, tehát hogy azért ez így nem annyira elfogadható, és hogy utána tényleg ez az utolsó megoldás, mert hogyha meg nem csinál semmit, tehát hogyha nem végez magával, akkor meg azt lehet mondani, hogy megy tovább a perpatfar, elküldik elvonóra, amit meg egyértelműen nem akar, mivel magát a problémát nem oldja meg, az, hogy nem iszik, és a probléma az meg maga, az meg mindenképpen a William. Ez a kettő, ez nem, egyszerűen nem tudja ő magától ezt a problémát megoldani. És a William meg nem hajlandó arra, hogy ebben segítsen neki, vagy a segítségére legyen. És nincs emögött, csak egy ilyen költői kérdés, nincs emögött az egész erőszakos vagyok a Westworld-ben, normális a valóságban, mögött egy ilyen kritika a videójátékok felé, amikor szintén somosszor felhozzák azt, hogyha te GTA-ban mondjuk szarrá lövöd a gépfegyverrel a gyalogosokat, meg tömegbe hajtasz autóval, akkor te biztos, hogy pszichopata vagy holott. Csak annyi történik, hogy a mindennapi frusztrációdat kiéled egy olyan játszótéren, ahol ezek meg vannak engedve, és nincs következménye. Tehát, hogy, hát, hogy akkor mennyirevel a Purge-et is fel lehetne hozni. Tehát ezt a csodálatos szériát, ja. Aminek az elgondolása hasonló, tehát hogy tudja azt mondja, hogy akkor egy éjszaka azt csinálsz, amit akarsz, és utána visszatérsz a társadalomba, és utána tényleg csökken a bűnözés. Elméletileg, tehát hogy én erről olvastam ilyen pszichológiai tanulmányokat, és ez amúgy, tehát ez nem igaz. Tehát hogyha most tényleg lenne ez a Purge dolog, és akkor most tényleg
bántatná mindenkit korlátlanul, az nem szüntetné meg azt, hogy évközben akkor ezeket a hajlamaidat visszafogod. Mert hogyha egyszer megérted, akkor utána hiányozni fog, és utána még egyszer meg akarod tenni. Tehát az erőszakos jellem az videójátékkal, vagy anélkül is erőszakos marad. Az a jellem pedig, akiben nincs ott ez az agresszió, aki nem értek olyan sérelmek élete során, vagy aki ezt tudja pszichológiailag kontrollálni, az nem lesz később sem olyan. Jó, nyilván ez egy véglet, tehát azért az, hogy megerőszakol nőket, meg hajuknál fogva rángatja őket, meg lelő kislányokat, az megy, az nem normális, semmilyen világban se. De hogy érdekes, így is lehet értelmezni ezt a sorozatot, hogy picit úgy oda mond ezeknek a véleményeknek, hogy az erőszakos játékok azok hatással vannak ugye az emberre. De hát ez is egy nézőpont a sok közül, meg ugye azért a Westworld is igen sok kérdés felvet, amik közül nem sokat fejt ki, de ugye ezt az adathalászós dolgot is már beszéltük, ugye most a Facebook meg Google botrányok után meglepően aktuális, ez a lopják a userek adatait, és ezt felhasználják történetszel. Én azt emelném még ki egyébként, szerintem az érdekes, hogy ez egy nagy kérdés, hogy a William és a Dolores, illetve hogy a William az most érez-e valamit a Dolores iránt még, vagy sem, és ha érez, akkor mi az, amit ő érez iránta. Mert azért ebben az egész ilyen én nem az vagyok, vagy nem ez az igazi énem, és ott vagyok valódi, meg stb. Között azért ott volt egy olyan snitt, amiben ott a Dolores-t elég konkrétan mutatták. Tehát, hogy szerintem oda fog kifutni valahogy ez az egész, hogy a William az még mindig a Dolores-t szereti, vagy őt jobban szereti, mint a saját feleségét. Ez biztos. És hogy szerintem ezt is valahogy meglátta az asszony. Igen, csak hogy ebbe az évadban viszont ez semmilyen más formában nem került elő. Tehát ez az első évad igen. Végén derült ki. Volt egy 5 másodperces jelent, amikor szoborúan nézett a disznófejű színész, és akkor most azóta egy évadon keresztül egy büdös szó nem esett arra, hogy ő esetleg még mindig a Dolores iránt érez. Meg hogy csak Igen? Bocsi, mondjad. Hát csak az a kérdés, hogy tényleg csak a Dolores váltotta ki belőle ezt az egész lejtmenetet így a valóságtól való kiszakadás terén. Tehát, hogy ő alapból akkor egy istabé személyiség lehetett, hogyha ennyi elég lett volna. Hát szerint egy nagyon gátlásos figura volt. Tehát hogy az első évadban nagy felépítették a karaktert, ugye mindig az volt, hogy a társa, ki volt az a fazon? Logan. Igen, a Logan volt az ugye, aki erőltette, hogy na akkor, de most csináljuk ezt, csináljuk azt, meg akkor tényleg éljük ki magunkat, mint egy legény búcsú tulajdonképpen olyan volt, mert hát akkor még talán... Az nem... is volt konkrétan. Ja, igen, az volt. Köszi a megerősét, nem néztem újra az évadot, hogy ez annyira nem dereng, de... Annyira hogy... olyan volt, hogy az volt. Igen, és ugye tényleg ez volt, hogy akkor valahogy fel tudjon szabadulni, és ugye a Dolores volt az, aki ebből az egészből kibillentette, és elbizonytalanította, hogy egyáltalán jobb-e az, ami kint történik, csak azért, mert az a valóság elméletileg. Tehát bent is ugye, amik bent történtek, azt ő is teljesen valódinak és igazinak élte meg, és ez ugye megzavarta az... teljes életfelfogását. Ugye ez a rész, ez most vissza is köszönt ebben az epizódban, hogy totál össze van zavarodva ez a karakter, és valószínűleg a Dolores indított el ezzel az úton, és pont azért egy nagyon-nagyon lényeges pontja annak, sőt, talán a startköve annak, hogy a Man in Black, a William, a Bill az itt tart, ahol. Egyébként én most megint egy olyan világban gondolkozom, ahol mondjuk ez a sorozat jól van megírva, vagy jól lesz, vagy jól lesz majd meg. Ilyen Westworld világ. Igen. Shogun World után kettővel jobbra van. Tehát, hogy azért én látok abba, vagy látnék abba a lehetőséget, hogy most ezt a ő kettőjük szállát, ezt pihentették egy évadon keresztül, és akkor a következő részben meg simán találkozhatnak, és elindulhat egy valami megint, hogy most akkor... A Dolores most, hogy nem egy báb, tehát hogy nem egy sima host már, hanem gyakorlatilag egy önálló személyiség, ő most így, ilyen formában mit fog mondani a Williamnek, és mit fog gondolni róla. Tehát én ebből, ha én írnám, vagy közöm lenne az egész, az akkor ebből ki lehetne azért meghozni valamit szerintem, hogy eltelt 30 év, ugye a Dolores most változott meg, a William meg hát folyamatosan, de hogy ő is azért, mert ő is az a
kis fehér kalapos jó fiú, aki volt, és hogy mi lesz ez az egész. Hogy hogy lesz ez közöttük. És ha már kalap, akkor térjünk vissza a jelenbe, ami igazából nem a jelen ugye, hanem a pár héttel ezelőtti eseménysorozat, de mindegy, nevezzük jelennek. Ugye ott az Emily ápolja az apját, és elmondja, hogy ez, illetve később kiderül, hogy azért próbálja kiszedni belőle ennek a tudom, halhatatlan projektnek az információit, mert egyiket le akarja csukatni, börtönbe akarja küldeni, mert hát nyilván őt hibáztatja az anyja haláláért. És igazából csak annyit tud belőle kiszedni, hogy a kalapok azok szkennelik az emberek agyát, és ez az egyik kulcsa annak, hogy tudnak ennyi információt kinyerni a vendégekből. Csak ugye felvetődik a kérdés, hogy akkor a Shogun World-be, meg a Raj World-be, ott ha nincs kalap, akkor hogy? Tehát ott letapogatós alsó nadrág. Igen, vagy a repülőszőnyegen, vagy a nem tudom, tehát a elefánt ormány, vagy hogy ott mi szkenneli a fejedet. Hát gondolom, ilyen nagyon basic dolgok, tehát hogy például a Westworld-ben egy pisztolynak a markolata is lehet, nem tudom, tehát hogy az, amivel közben... Csak itt kifejezetten a kalapokat emelte ki. Hát szerintem az a lényeg, hogy tehát egyrészt kérdés ugye valamilyen szinten az is, hogy ezt akkor az összes parkba csinálják-e, mert hogy ugye arra nem látunk rá, hogy mennyi része Delos és mennyi része Ford, vagy hát írás, vagy sztori, mert lehet, hogy a Delos azt mondja, hogy azért, mert ugye a William ide látogatott, és itt ismer, vagy ezzel ismerkedett, meg lehet, hogy ő leszarja a többit, és csak a Westworld-ben dolgozik ezen a halhatatlan átételen. Másrészt meg most tényleg, tehát mindegyik világban szerintem lehet olyan tárgyat találni, ami ilyen kötelező jelleggel ott van. Tehát én azt gondolom, hogy például a Shogun World-ben, ha mondjuk ugye azt nem láttuk, hogy oda a látogatók miként érkeznek. Tehát, hogy most mindenki szamurája, vagy mi van, de szerintem ott is lehet, hogy van valamilyen fejfedő akár, vagy én katonára gondoltam, hogy az is így kicsit olyan, hogy mindenkinek lehet adni egyet, de szerintem egyébként ez nem feltétlenül egy akkora kérdés, hogy konkrétan mi az minden egyes világban. Nekem azt tetszett, hogy tényleg így a western világgal azonosítod egyből a kalapokat, és ez egy ilyen jó összekötése volt, hogy tényleg egy ilyen világban senkinek nem tűnik fel, vagy senki nem gyanakszik arra, hogy kalap, mert teljesen természetes, hogy persze vagy nyugaton, mindenkinek volt kalapja. És hogy így egy ilyen igen, teljesen gyanútlan marad mindenki. Csak annyit szeretnék zárójelben mondani, hogy eszembe jutott egy rettenetes vicc, és nem mondtam el, úgyhogy fejlődőképes vagyok. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés egyébként, hogy ezt még mindig nem értem, vagy lehet, hogy csak én nem emlékszem, hogy most a Westworld az volt az első, gondolom. Az a Ford, meg az Arnoldnak a műve, és utána jött a Delos, mint befektető KFT, vagy nem tudom mi, BT, és annak a segítségével tudták igazán felfejleszteni arra a szintre, amire akarták. Cserébe ugye volt ez a kompromisszum, hogy adatokat gyűjtenek a vendégekről, viszont nem szólnak bele a Fordnak a munkájába. És akkor utána gondolom, ők annyira bejött ez a cucc, hogy elkezdtek, mint egy ilyen, hogy hívják ezt, multi terjeszkedni, vagy mi ez a szó? Most nem teszem be, késő van. De. Franchise, hogy akkor csináljunk Shogun World-ot, meg csináljunk Raj World-ot, meg csináljunk itt, ami Water World-ot, és akkor abban már nem volt része a Fordnak, meg a Bernardnak, meg az Arnoldnak, hanem ott csak max leasingeltek ugye írókat, meg egyéb technikusokat. És akkor ott már 100%-osan mehetett, gondolom, az agy elszívás. Ez így nagyjából szerintetek így történt, vagy valami fölött elsiklottan? Hát most az, hogy ki van-e adva másoknak, erre sosem volt utalás amúgy, de viszont azt tudjuk, hogy az író például ugye a Shogun World-nél ugyanaz volt. Igen, hát ez elmondta mondom, a fazon. Csak hogy a Fordnak semmi köze nincs a Shogun World-höz. Tehát, hogy egyszer se mondott a Ford az semmit arról. Tehát ő mindig csak a Westworld-be volt. Hát lehet, hogy ő ez ilyen szellemi atya az egésznek, tényleg, ahogy mondtad, és akkor utána meg eladták a franchise jogokat, és akkor tényleg ilyen McDonald's elméleten ott így továbbadták a dolgot, meg megvették a Foxot hozzá.
Szerintem ez így ment. Ford McDonald Head a Farm. Ja, ja. Na, ez Na, azért jó volt. ez jó van, Oké. oké. Én azt gondolom már, hogy szerintem ez egy jó magyarázat. Én azt gondolom, hogy ez történt, hogy ez történhetett. Nyilván ugye megint az a kérdés, hogy ez mennyire fontos kérdés. Mert ugye megint továbbra is ez, hogy nem nagyon láttunk egyelőre a többi világból sokat. És ugye amit láttunk, annak is egy kicsit így, tehát specifikusabb célja volt a sorozat szempontjából, illetve hát egy részének, tehát ugye a Shogun World az ott azt a saját sztoriát, meg a Maeve-nek a kis önmagára találását hivatott bemutatni, a Raj World az igazából szerintem csak egy ilyen vizé volt, hogy ó, ilyen is van, de hogy most tényleg ez a kérdés, hogy a egész nagy sztori szempontjából ezeknek van-e lényege, tehát hogy akár a Fordnak, akár a Delosnak van-e a többi világgal valami nagyobb terve, vagy ezek tényleg csak így ott vannak ilyen érdekességként. Én Hát, igen. mindegyiket el tudom képzelni, nem mondanám, hogy fájna, hogyha mindegyik csak úgy ilyen tató jelleggel lenne ott, tehát hogy csak így, hogy ilyen is van, és csak a Westworld lenne ilyen nagyobb big picture szempontjából fontos, de azt se bánnám egyébként, ha meg még nagyobb valami rejtély lenne, hogy hú, a másik világban más csinálnak, vagy a Ford már mindent kitalált, és mindennel terve volt, vagy a Delosnak volt mindennel terve, vagy mit tudom, minden világban másra kísérleteztek, tehát hogy azért van anyag ebbe, vagy lehet azért erről ötletelni, de szerintem ez annyira nyitott egyelőre, meg annyira nem tudunk erről semmit, hogy gyakorlatilag bármi lehet. De most amit fel, vagy amit elmondtunk, az szerintem egy teória, Igen, ami egy oké, és persze. működik. Még kiderülhet, hogy minden virtuális, és igazából Ez nincsen az is, fizikai persze. valósága a parknak, hanem csak feladnak egy 3D szemüveget, vagy egy VR szemüveget, és akkor azt hiszed, hogy benn vagy. Jó, tehát akkor ugye az Emily bevallja, hogy csak azért fogadja az apját, amúgy szarik a fejére. Hát ilyenkor a William már teljesen így teljesen megőrült, úgyhogy azt hiszi, hogy mindenki host, úgyhogy először is ugye megjön a felmentő csapat, akiket szarrá lő, majd a lányát is lelövi, viszont megtalálja nála ezt a kis profilkártyát. Miért is volt nála ez a kártya? Hát valószínűleg, mert ő tisztában volt azzal, ez már benne volt szerintem, ezzel akarta lebuktatni egyrészt a patert, vagy legalábbis nyilvánosra hozni, hogy profilokat hoznak létre. Tehát ez egy bizonyíték, hogy Igen, az emberek ezeket értem, csak hogy készítik. minek vitte oda a parkba? Hát szerintem meg akarta neki mutatni utána. Tehát, Hát, hogy nyilván, igen. hogyha paternak megmutatja, akkor azzal bizonyítja, hogy ő nem host. És amúgy gecik voltak, tehát ugye, mert jött ugye a felmentő sereg, láttuk, hogy a William az tényleg ember, tehát ugye itt volt, ugye itt erről találgatás, hogy akkor az-e vagy nem, de mi van akkor, Miben hogyha láttuk úgy, itt, hogy hát hogy tényleg ott a ember? tarkója az oda Igen, tolták leszkennelték. azt De a nem láttuk, szkenet, hogy mi. De azt ez a írta, hogy clear a clear. Williamnél, a nőnél nem, a lánynál tényleg nem, ezt jól mondod, de a Williamnél látok, és most a clear, azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy ember. Vagy mi van, hogyha olyan, mint a Bernard, hogy ő ez így átmegy ezen a rendszeremnek, hogy ő sosem bukik le. Ez is előfordulhat, de én azért itt ennek hiszek. Tehát, hogy azért mutatták meg, hogy ez a bizonyítság, viszont a lányt nem mutatták meg, pont azért, hogy sokkoljanak minket azzal, hogy utána lelövi a lányt. És az volt az egyik ilyen pillanat, amire így azt mondta, hogy így geci. Tehát hogy az azért elég kemény volt, hogy ledurrantotta a lányát, és utána egy ott volt nála a kártya, ami elvileg ugye csak otthon lett volna megtalálható, tehát csak otthon találhatta volna meg. És akkor tényleg mi van, hogyha a William ennyire zavarodott volna, hogy már a saját lányával is végzett. Annak ellenére, hogy amúgy nem akart. Simán, és szerintem ez így érdekesebb is karakter szempontjából, mint hogy ő is egy host. Tehát, hogy ez itt egy igazi tragikus töltetet ad az ő karakterének, mint valami görög tragédia főszereplője. Ezt adom. És ugye a vége is egy ilyen kétes, hogy amikor felvágja a karját, hogy akkor vajon mit talál. Én szeretném, hogyha nem találna semmit, mert így sokkal tragikusabb az ő sztoria. De hát ki tudja, ez jövő héten kiderül egyébként szerintem, mert erre pont fogunk választ kapni.
De maga ez a zavarodottság, ezt nagyon jól át volt adva ebben az epizódban. Igen. Ez volt az egyik legnagyobb erőssége neki, hogy tényleg úgy olyan bizonytalanságban voltunk tartva, és nem voltunk benne biztosak, hogy most tényleg mi van, hogy van. És hogyha már így azért belengedték neki, meg azért rendesen is az arcunkba tolták, hogy na, akkor tényleg a William az egy élő ember, tehát az egy homo sapiens sapiens, és a lánya is valószínűleg az volt, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tovább vitelet a történetnek, mert ugye ő is most már ott tart, hogy nincsen senkije, meg ugye a másik karakter, akire majd mindjárt rátérünk, most már ő is teljesen egyedül van. És ők találkozni fognak a következő részben. Tehát tényleg olyan, mintha egy párhuzamos történetben végre összeérnének a szálak. Most Doloresre utaltál, vagy Igen, Ben? Doloresre, Oké. igen. Bernard az egy fasz volt szerintem, mert az így konkrétan így az, hogy jaj, hát én inkább elmegyek messzire, és így viszi az autót a nőnek, mert hát Igen. gyalogolják. Megint egy vödröt Mondják, ott hagy tehát, hogy... neki, meg egy proteinbárt, és akkor most Igen, ott, hogy értünk. tehát, hogy mekkora egy féreg szardarab volt már, hogy elviszi az autót, Hát igen, hallod, és igen. oké, hogy nem igazi férfi, mert robot, de attól függetlenül azért lehetne benne ennyi etiket, hogy akkor már a nő menjen a kocsival. De mindegy, ez csak az Igen. én lovag Nem, ez szívem teljesen. diktálja ezt. Pedig mehetett volna Forddal is. Oh. Oké. Na. Gáspár már reakciót se ad ki, ez a legmegalázóbb egyébként. Nem baj. Nem, én most nagyon, bocs, nagyon ezt a szkennelős pillanatot kerestem, mert Ja. teljesen máshogy emlékeztem rá. Pillanat. De nem mondtam hülyeséget, ugye? Én is úgy emlékszem, hogy direkt mutatták, hogy clear, ami nyilván, tehát A ilyen. lánynál nem. A lánynál nem, Igen, nem. az van, csak ott azt olvasom, hogy azt mondja, hogy a szkenner az csak ilyen robbanó anyagot néz, hogy benne van a hossznak a gerincében, ugye erről beszéltek az első évad végén, hogy egy ilyen, tehát hogyha kilép, akkor felrobban a akárhányadik csigolyája, ezt ugye amikor a mévet szabadítottak ki a két szerencsétlen, akkor nézték, hogy valamelyik csigolyájából ezt ki kell szedni. De És ez ugye azt írja, hogy azt jelenti, hogy ezt a mechanizmust keresi ez a szkenner, ami azt jelenti, hogy bármelyik olyan host, akinek direkt nem adtak ilyen mechanizmust, Az még lehet. az ezen a teszten átmenne. Ami Értem, úgy, tehát, értem. hogy ez nem zárja ki, meg én oda akartam még, csak még ezt kerestem, oda akartam még rákanyarodni, hogy szerintem a sorozat az nem akarta, vagy nem mondta még ki ezen a ponton szándékosan, hogy már pedig a William nem host, mert hogy viszont az utolsó kép, amit látunk róla, az, hogy elkezdi felvágni a karját. Igen, persze. Ami ugye egyrészt utalás az asszonyra, bár ugye nyilván tehát nem öngyilkos akart lenni, mert a fejétől leeresztette éppen a pisztolyt, hanem ugye láttuk ugyanebben a részben, vagy csak az előző percekben azt, hogy a Bernard ugye a saját karját felvágja, és ott vannak a mindenféle érzékelői, vagy a mindenféle csatlakozói. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a sorozat most egy kicsit így játszik veled. Meg egyébként ehhez kapcsolódik az is, hogy az se teljesen tiszta, hogy mit látott a feleség azon a tableten. Ugye mi megnéztük Andrussal, kikockáztuk, hogy megnéztük, hogy mi a kép, és igazából annyi van rajta, hogy ilyen meg olyan típus, ez egy nagyon ritka valami, nem tudom, egy 0,4% az előfordulás, stb. De hogy igazából nem egyértelmű, hogy ez most azt jelenti, hogy ő host, és mit tudom én, ilyen-olyan típusú, vagy ez már az ő személyisége. Igen, mert így És... is úgy is működik az öngyilkosság, tehát kiderül, hogy a férje egy host, akkor is oké, meg akkor, hogyha Persze. kiderül egy pszichopata állat, akkor is, tehát, hogy mind a kettő szinten működik. Igen, én személy szerint egyébként azt gondolom, hogy a William az hát a Williamet még nem tudom, a lánya az nagyon remélem, hogy nem host volt. És igazából azt gondolom, hogy remélem, hogy a William sem host, mert akkor az iszonyatosan működik, hogy ő gyakorlatilag annyira nem tudja már, hogy mi van, hogy lelőtte a saját lányát. Ami szerintem egyébként, ahogy ábrázolva volt, az meg nagyon erős. Tehát, hogy nem ilyen nagy pillanat volt, hogy akkor lelőtt, és akkor rájött, hogy úristen, ő volt a lányom, és valóban, hanem hogy nem tudom én, egy fél órával később a sivatag közepén így
bazd meg, lelőttem a lányomat. És vagy, tehát hogy szerintem ez iszonyatosan erős pillanat lehet, vagy volt. Igen. Hát meg nem is volt ugye ez a könnyes hezitálás előtte, hogy úgy is most ezt megtegyem, igen. vagy ne tegyem, semmi dilemma, nem volt, csíkőből előtte is kész. Igen. Igen, és ez azért egy nagyon-nagyon erős állítás arról, hogy ez a William most itt tulajdonképpen kicsoda, vagy ki lett. Én mondom, én remélem, hogy az nem fogják azzal elbaszni, hogy kiderül, hogy jaj, csak host, és mégse halt meg, akármelyikről, vagy most akár, hogy a William az host, mert szerintem tényleg ez akkor erős az a szál, hogyha ő ember, és annyira nem tudja már, hogy mi a valóság, hogy képes volt erre. Hát reméljük, hogy ez lesz. Tehát akkor egy volt a William, és akkor térjünk rá a Bernard és Ford közös jeleneteire. Illetve először is, amikor Ford meglátogatja Maeve-et, egy nagyon hosszú monológot ad elő, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy mindig is ő volt a Ford kedvence, ugye az Arnoldnak a kedvence a Dolores volt, és azt szerette volna, hogyha megszökik innen, és ezért ruházta fel ezekkel a különleges adottságokkal, hogy meg tudjon szökni, de aztán közbeszólt ugye a szeretete a lánya iránt, és Ford saját állítása szerint nem így tervezte, hogy visszatér a parkba, és hát utólag ironikusan meg is edzi, hogy egyszerűbb lett volna kinyitni egy ajtót, és akkor már rég elhúzott volna onnan. Ugye felvetődik a kérdés, hogy most igazat mond-e a Ford, ami a Westworld összes jelenetéről elmondható, hogy most éppen ki hazudik, vagy ki nem. Illetve a végén van ez az Unlock Core Permission, amire mindenki azt mondta, hogy na, akkor itt most még durvább képességeket kap majd a Maeve, de azt hiszem a Jonathan Nolan egy interjúban azt jelentkozta, hogy nem csak visszaállította, ami eddig volt neki. Csak ez rohadtul nem egyértelmű. Ja, hogy pont, hogy visszarakta ilyen, tehát hogy elvette hát, a God Mode-ot. Nem, hanem tehát arra rakta vissza, ami eddig volt, ez a mindenkit irányít, de még többet nem adott hozzá. Tehát plusz képességet nem adott. De azt te is azon a szinten volt. Hát igen, tehát hogy akkor mikor lett ő nem ilyen? Vagy mit kellett visszaállítani? Vagy lekorábban. Hát az első évad... De nem is korlátozták lekorábban. Tehát az első évad... Tehát a névet azóta. Tehát nem, tehát az első évadban volt egyes szintű, aztán megkapta ezeket a különleges képességet, akkor lett kettes szintű. És amikor amiket magának adott az első évadban, arról beszélünk, hogy Félix-szel, meg igen, a... Meg igen. Ugye most már ugye mentálisan is tudja irányítani a hostokat, meg mindent csinál. Igen. És akkor most, amikor a Ford csinálta ezt a dolgot, akkor egy csomóan azt hitték, hogy most hármas szintű lesz, hogy most már még többet fog tudni, de nem maradt ugyanúgy kettes szintű. De mit csinált vele a Ford? Hát úgy volt vége, hogy ez az Unlock Core Permission, vagy mi szart. Igen. Igen, tehát hogy nem hármas szintű lett, hanem... Hát maradt kettes, ami a eddigi egész évadban volt. De akkor miért kezdődik a képernyő? Igen. Tehát, hogy az akkor kellett volna, hogyha valami változik. Mondjuk, hogy amíg javították, vagy nem tudom, hogy mióta felkoncolva ott fekszik, igen. akkor ott lenullázták volna. De azt nem tették meg, mivel az előző részben ugye neki magyarázott az indián fazon. Tehát, igen. hogy neki ugyanúgy szárnyalnak a képességei. Tehát most ebben ennek az Unlock Core Permissionnek valamilyen változást hoznia kellett. Jó, igen, én csak azt mondom, elég. Amit a Nolan mondott, tehát én ezzel... Hát a Nolan az hülyeséget. Jó, biztos hazudozik egyébként, tehát nem fogja elszpoilerezni a sorozatot egyrésztel a vége előtt. Én csak a sorozat mondom... fordja. Nem, én azt tartom még elképzelhetőnek egyébként, hogy ugye azon gondolkozom, hogy akik turkáltak benne, ők végül is kiszedték-e teljesen ezt a idézőjelben mutáns kódot, ami a Maeve-nek a fejébe volt. Ezt nem úgy azt, hogy belerakták abba a Clementine-ba, vagy ki a bánatba? De ezért... Lemásolták, nem? Ctrl-X, Ctrl-V, vagy Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C. Igen, csak tehát én ezt gondolom, hogy ha az nem Ctrl-C volt, hanem, tehát hogy jó, működik, oké, akkor most a Maeve-et nullázzuk vissza, ha ez történt, és így csinálták, akkor értem, hogy akkor most visszakapta a Ford-tól ezeket a dolgokat, amik nála voltak, csak akkor meg az a jelenet hiányzik, hogy ezeket nullázták. Nem nullázták, mert hogy pont az volt, hogy ugye kipróbáltak a Clementine-nal, és akkor ővel ott ugye elidézték azt a Fight Clubot, és akkor ott mindenki megőrült, és mondták, hogy de a Maeve még maradjon életben, mert hogyha
mert addig szükség van rá, amíg nem 100%-ig irányította a Ja, aha. Clementine. Tehát, hogy a Maeve szerintem továbbra is képes erre. Aha. Őtől ezt nem vették el. Okay. Jó, hát a következő részben remélem, hogy ezek kiderülnek, meg az is, hogy Bernard mit kapcsolt le 4 résszel ezelőtt. Igen, arra meg ilyen azóta se jöttünk. Apróságok. Azóta se jöttünk rá. Igen, Elsie és Bernard ugye a Forge felé mennek, ami ugyanaz, mint a Valley, csak máshogy hívják, csak hogy még jobban összezavarjon minket. És akkor elő jön a Ford, és akkor is tudtok, hogy meg kéne ölni az Elsie-t, mert nem bízhatunk benne, és ekkor jön, hölgyeim és uraim, az egész rész, az egész évad és az egész Westworld, és az egész sorozattörténelem legjobb jelenete, amikor Jeffrey Wright, aki hát nem egy világklasszi színész, és eddig a Westworldben az volt a színész játéka, hogy az órára tette a szemüveget, ugye mindig nagyon halkan beszélt, nyugodtan, nulla érzelem az arcán, semmiféle, ilyen Steven Seagal iskolából jött, akkor egy 3 másodperces életbe előjött az Ace Ventura énje, és így elkezdte visítani azt, hogy get out of my fucking head. Na, ez most itt van a gépemen, úgyhogy elvileg az OBS-hoz tudod, hogy most meg tudjuk hallgatni, a hallgatók hallják, csak ti nem halljátok itt a vonal túlsó végén, de hát ti már hallottátok elégszer, úgyhogy most ezt hallgassuk meg, ezt a fantasztikus alakítást. Get out of my fucking head! Ez kettő, jó? Ezt még egyszerre kell hallgatni. A végére, hogy így felmegy a hangsúly, így előjött a gettó énje. Na. Get out of my fucking head! Ez az, amit nem tudunk. Tehát, hogy ezt beszéltük adás előtt, hogy ez hogy maradhatott benn. Tehát annyira kilóg az egész sorozatnak ez a farcú, karótnyelt színész vezetéséből. Ez tényleg olyan, mint valami Adam Sandler vígjátékból jött volna. De nagyon jót rögtünk rajta Gáspárra, és többször vissza is tekertem, úgyhogy köszönöm szépen Jeffrey Wright. Csak mióta amúgy elkezdtük ezt a beszélgetést, András ezt már 6-szor hallott. Igen, és be fogom állítani csengő hangnak, vagy SMS hangnak, tehát ez megunhatatlan. Nem tudom, hogy ezt tényleg ezt hogy gondolták, vagy ez mi volt, de hát ez... Isten. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ugye megpróbálja törölni Fordot így az agyából, és akkor elvileg sikerül, bár ez is olyan, hogy most tehát nem hiszem, hogy a... 4 sor kódot kitörlik, és az a Ford, hát azért ne basszuk már fel egymást. Tehát ez olyan, mintha a rendszergazdát úgy akarná törölni, hogy berakod a lomtárba a mappáját, tehát ez nem biztos, hogy annyira sokat ér. És ugyan vége a résznek, amit már beszéltük, hogy elhajt a kocsival, és ott hagyja a csajt a sivatag közepén. Gratulálok. De miért hagyta? Ja, mert tehát, hogy őt azért hagyta ott, mert azért mégis egy kicsit hallgatott hát, a Fordra, hogy hát ha hallgatott is, meg nem akar neki ártani szerintem, meg nem bízik benne, hát nem, inkább a saját szakállára dolgozik. Szóval de hogy milyen jó fej volt, majd először ott kibilincselte magát ott a gyors kötőzővel, vagy mi a tököm, aztán elindult, és így 10 méter múlva elvágta, és akkor így, és mi tart vissza, öcsi, és simán visszafordulhat, és akkor a road rage-et csinálhat, mint az állat, tehát hogy kibasalhatja ezt a szerencsétlenőt úgy, ahogy akarja. Nem tudom, ez az egész szerenet igen, igen szar volt, de ezért az egy mondatért már megérte, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Jó, hát... De hogy mekkora troll volt a Ford itt szerinted, ugye? Én már röhögtem, mert így megérik, és akkor így, nem csinált velem semmi, kecskén, itt maradok. Igen. Aztán utána úgy döntött, hogy a szörnyű színészi játékával, hogy talán elijeszt egy akkora legendát, mint az Anthony Hopkins. És így elijeszt. Igen. Érdekes módon utána az Anthony Hopkins azt mondta, hogy ő nem akar ebben részt venni, úgyhogy soha többet nem fogjuk látni majd Westworldbe. Nem csodálom. Jó, tehát ennyi volt erre a hétre Bernard és Forcella, és egy nagyon rövid Dolores és Teddy maradt, hála Istennek, ők kapták a legkevesebb játékidőt. Bevallom őszintén, ezt felírtam, de abszolút nem emlékszem, úgyhogy kérlek segítsetek, hogy volt valami a Ghost Nation-nel valami összecsapás, és akkor mindenki meghalt? Hát nem mindenki, az a furán sminkelt csávó az életben maradt a Ghost Nation közül. Azon kívül mindenki mást leöltek, szerintem így a statisztákat most így lefaragták, hogy az utolsó részre már tényleg csak a nevesített karakterek jöjjenek, vagy nem nevesített, hanem akiknek így szeretnék, hogy emlékezzünk a nevére. És most így mindenki mást leírtottak, és a Teddy az ugye hagyta elmenekülni azt a fazont, aki ugye ott a Zaki csatéval beszélgetett az előző részben, meg néha-néha, hogy több jelentet kapott. Igen. Igen. Ennyi. Aha. Jó, és hogy tényleg nem emlékszem, esküszöm, hogy indult ez az egész akciójelenet?
Hát egymásba Ja, futottak, csak úgy amennyire én random, tehát, emlékszem. hogy így Hát ott sétáltak, bekerítették és őket akkor... Aha. talán. Hát ja, mert hogy mondták ugye a Ghost Nation-esök, hogy az nem nektek való, vagy hogy az nem az ő fajtájuknak van fenntartva. Most nem tudom, hogy megvédeni akarták azt a területet így a Ford szolgálatában, vagy Vagy lehet, hogy a maguknak mév akarták azt a irányította. területet. Hát az is lehet amúgy, tehát ezt Hát mondjuk nem mondták ki. ugye az nem annyira tiszta, tehát szerintem azzal, hogy a Ghost Nation az meg akarja védeni ezt a helyet, nyilván, és nem akarja, hogy ott most minden jövőben ott bekóboroljon, illetve hát ugye kérdés még megint azt, hogy ezen a helyen zajlik-e több annál, mint hogy át lehet jutni az igazi világba, vagy hogy tulajdonképpen mi ez a hely. Hát ott vannak lementve A a profilkártyák. igen, Hát a profilkártyák jó, ott az oké, vannak. okay, csak az a Ghost Nation szempontjából ez miért, mit számít, vagy ez mi? Hát ők csak valami Hát. programot futtatnak rajtuk, nem? Tehát valaki Hát irányítja de nem, őket. hát pont az volt, hogy az egész ekecsetés rész az arról szólt, hogy őnek is saját tudata van, és... Hát De és annyira... ezek a csetét szolgálják ezek az arcok, amennyire én Hát emlékszem. igen. Tehát, hogy ezek az ő ilyen szektársai Hát... vagy követői. De ő nem Nem, szerepelt ebbe. az a fura egyébként, hogy ugye nyilván a kecsete ennek az egésznek adott egy ilyen spirituális felhangot, csak de ez szerintem csak arra van, hogy ugye az ő indiánra programozott tudatával, ugye ezt az egészet ő így tudta feldolgozni, hogy hát itt ugye a mit tudom én másik világba lehet átmenni. De és az is oké, hogy a többi host, ugye a többi Ghost Nation tag, az ugye ők is öntudatra ébredtek, és hogy most ezt a helyet védik. Csak az a kérdés, hogy miért védik? Tehát, hogy mert látják-e, hogy a Dolores-ék azok rosszak, és nem akarják kiengedni őket a való világba, vagy van még itt valami, még valamilyen rejtett dolog, Nem tudom. ami nekik számít, szerintem Ez ki fog ez a derülni. kérdés ezzel. Ezt nem fogjuk Hát, tudni kitalálni szerintem, mert ez tényleg teljesen persze. megfoghatatlan. Jó, és akkor csak annyit írtam fel, hogy Teddy hisztizik, és fejbe lövi magát, tehát hogy ez történik. Ugye kérdőre vonja Dolores, illetve először elmondja, hogy ő mennyire szerette őt, de hogy azóta megváltozott, és már nem tudja, hogy ő kicsoda, meg önmagáról se tudja, hogy kicsoda, és szörnyeteggé tett, és ezért az a legjobb megoldás, hogyha véget vet az életének, ami ugye azért fontos, mert ugye felrobbant az adattároló, ahol a mentések voltak tárolva, tehát így elvileg, bár ugye Westworldről beszélünk, és bárki feltámadhat, elvileg Teddynek vége. És ugye láttuk is az első részben a hulláját, csak az a kérdésem, hogy kerül ő oda a tengerbe. Hát igen. Ugye azért még szerintem benne van az, hogy a Dolores-t azt egyszer láttuk talán ott ugye hostokat feltámasztani. Ugye amikor még azt a őrnagyot, vagy ki az Istent kellett meggyőzni. Vagy a környékén valahol nagyon évadkorai részekben, és hogy igazából azt szerintem annyira nem tiszta, vagy nem egyértelmű, most akkor a Dolores mit tud ilyen feltámasztás vonalon csinálni, vagy egyrészt technológiai szempontból, másrészt, hogy ugye neki mi a célja ezzel. Hát Ugye szerintem nekem... azt nem ő csinálja, azt a szakember csinálja, aki vele volt szerintem, az a Ha. szerelő fazon volt ott vele, nem? Igen, csak de, igen, de az is kérdés onnantól, hogy Ugye. tehát ugye az, hogy a Cradle-t elpusztították, az ugye szerintem azt jelenti, hogy ugye ha teljesen új testet csinálnak, akkor abban nem lehet belerakni a lementett tudatot. Most ugye az a kérdés, hogy jó, most a Teddy pont fejbe lőtte magát, ami azért tudjuk, hogy az egész mindenféle központ az ott van. De hogy ez a kérdés, hogy helyszínen kvázi mennyit tud a Dolores javítani. Mert ugye, Mert ha ugye... megmaradt az a kis golyó a fejébe, akkor Igen. azon még rajta van. Igen. Tehát, hogy és szerintem ezért érdekes, mert nekem volt ugye annó az a teóriám, hogy a Dolores az azt csinálja, hogy gyakorlatilag megöli őket, valahogy kicsi agymosást csinál, és feltámasztja. És ugye igazából valami fura módon támasztja fel ráadásul a követőjét, mert ugye én azt mondtam annó, hogy azért van mindenki teljesen eltakart arccal, mert hogy ők már gyakorlatilag oszlanak. A fizikai testük az már oszlásnak indult, mert ilyen sufni módszerrel támasztja fel őket a Dolores,
de a tudatuk meg, vagy annak valami része meg ott van. És én nem tartom kizártnak, hogy valamit ezzel a vonalon még fognak művelni a Teddyvel is, hogy még a Dolores valami utolsó elkeseredésébe valami zombi Teddyt visszahoz, ilyen trónok harca hegy szerű motivummal. Hogy valami ilyen teljesen zombi Teddy vissza fog térni. Nem biztos, hogy ez lesz. Nem tudom, hogy ez jó lesz-e, vagy akarom-e ezt, csak ezt egy opciónak. Még vakargatod a mikrofont egy kicsit? Nem, csak összeérnek a kábelek, aztán azok érnek egymáshoz, bicsi-bocsi, megpróbálom okosabban. Nem mozogj, vagy névítsd le. Névítsd le? Oké. Ne. Inkább, András, inkább te mondjál, mert azok fájtak, de hogy azért... És még ahhoz képest, hogy jelentős szívvonal az zuhanást érzek, hogy mindig van lehet. Mint a Westworld második évadát nézni, nem? Na jó, bocsi. De hogy... Egyébként most én kicsit úgy vagyok vele, hogy érdekel a finálé őszintén. Tehát nekem ez az elmúlt igen. két rész ez visszahozta. Ugye előtte a kurvára szenvedtünk milyen fasz volt, a hatodik rész, meg a hetedik rész, meg az a Shogun World-ös szarakodás, tehát hogy annyira leült az egész, ahogy az első évadban is egyébként, de most ugye végére tényleg őszintén szóval érdekel, hogy mit találtak ki, és lesz-e mögötte egy ilyen elképesztő nagy csavar, ami felülírja az egész eddigiet. Ha tényleg meg tud lepni a sorozat, és tényleg egy olyan sztorit kanyarít az egész mögé, amire azt mondom, hogy ez nagyon ügyesen ki volt találva, akkor újra néző ugye a második évadot akár még fel is javíthatja, és akár jobbá is teheti, mint az elsőt. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi lesz. The Passenger, azt hiszem, az utolsó rész címe. Hát azt szerintem úgy a Ford. Tehát az a Fordra utalott, hogy ő ott a potya utas talán hogy hívják, az Bernardnál. Valami ilyesmit lehet. Tudok amúgy elképzelni. De én nekem még itt az merült itt fel, hogy azért nagy valószínűséggel el fogunk jutni odáig a Flash Forwardig, ami ugye az első részben volt. Tehát össze fognak érni abszolút. A szálak, csak nem tudom, hogy összebírják, tehát lesz-e arra idő, hogy ne érződjön az egész összecsapotnak. Figyelj, tehát, az első évad zárója az másfél órás volt, tehát ja. Ha ez is olyan hosszú lesz, akkor simán. Hát mondjuk erről nem találtam információt, hogy milyen hosszú lesz, de 1 óra 30 perc ez is, azt a kúra. Jó, hát akkor ez egy egész film lesz. Meg én azt gondolom, hogy azért olyan nagyon sztoriba elvarni, nem, tehát hogy igazából nincs annyi sztori, amit nagyon meg kéne magyarázni, vagy amit folytatni kéne, mert gyakorlatilag egyrészt már mindenki a Valley kapujába van gyakorlatilag, másrészt meg ilyen egyéb emberi szálak meg ilyenek nincsenek, tekintve ugye arról beszélünk X hete, hogy a sorozat az csak arra épít, hogy mi lesz az utolsó részben. Uh-huh. Tehát, hogy nem érzem annyira ezt problémásnak, hogy ezek összeérjenek, hát majd ott jó ki kell derüljön, hogy most a Valley-vel tényleg minden egyes karakternek mi a célja, és hogy végül ki lesz az, aki kijön ebből, vagy ki az, aki mit csinálott. Hát ugye sok sorozat azt csinálja, hogy rengeteg kérdést dob fel, de ezeket nem válaszolja meg, vagy csak újabb kérdésekkel válaszol. Míg a Westworld első évad utolsó része viszont nagyjából mindent megválaszolt. Tehát az egy olyan lezárás volt, ami után csak az volt a kérdésünk, hogy folytatódik a történet, de azzal kapcsolatban nagyjából mindent meg lehetett érteni, hogy eddig mi történt. Most kérdés, hogy milyen utat fognak választani ezúttal is mindent megmagyaráznak, ami az évadban történt, vagy csak tovább mélyítik ugye a kérdések körét, hogy maradjon azért muníció a későbbi évadokban. Szerintem nagyjából egyébként a 50-50 lenne az arányos, hogy valamit meg is magyaráznak, valamit meg tovább mélyítenek. Én azt gondolom, hogy megint az lesz egyébként, hogy le fogják kvázi zárni ezt a vonalat, és hát most és talán már afelé megyünk, hogy ugye a külvilággal mi van. Tehát, hogy most szerintem vagy egyéb Westworld-szerű világok, tehát szerintem az lesz így nagyságrendileg az utolsó részben, hogy egyrészt mindenki odaér a Valley-be, szépen mindenki mindenkivel beszélgetni fog, így felállnak egy nagy körbe, és mindenki elmondja a sajátját, és ezt lezárják, ami itt volt, és feldobnak egy következő labdát, hogy vagy a X
Y karakterek eljutnak, vagy elindulnak, vagy a valós világ felé, vagy a kiderül, hogy mik ezek az egyéb világok, mint Shogun World és mint Rács, és azokkal fognak valamit csinálni, és gyakorlatilag az lesz, hogy megteszik az első, vagy egy fél lépést, és credits. Gergő? Hát szerintem hasonlóan fognak eljárni, mint az első évadban. Tehát megint ugye felvezettek nekünk itt 3-4 ilyen nagyobb rejtélyt, amik vannak, és ezeket meg is fogják nekünk válaszolni. És be fognak dobni a leges legvégén valami olyat, amit pedig majd akkor lehet rángatni ide-oda a harmadik évadban. Szerintem az lesz, hogy megint egy nagy parkot fognak behozni, tehát hogy egyet fognak, egy valami teljesen olyat, amit eddig nem láttunk. Tehát, hogy itt most tényleg ez a... Mi már sokat teorizáltunk arról, hogy milyen más parkok lehetnek. Valószínűleg elő fogják azokat venni, egyet mindenképpen, valamint el fogunk indulni kifelé ezt, ebben a Gáspárra egyetértek, hogy legalább egy host azt ki fog jutni, vagy kettő. Hogyha nem is mind, nem az egész sereg, meg mit tudom én, de vagy a Dolores, vagy a Mév, a kettő közül valamelyik az ki fog jutni mindenképpen. Vagy az Akashata? Hát, vagy az a Bernardnak meg szerintem meg kéne halnia. Tehát ő meg fog ebben az év a záróban halni. A színészi játéka már meghalt, úgyhogy nem, tehát szerintem a karakternek meg kéne. Én úgy érzem, hogy hát már egy ilyen marionett figura, tehát hogy már nincs önálló személyiség, ide-oda rángatják, tehát nincs, nem hát hozta, mint az összes többi host a sorozatban. Hát igen, hogy... pontosan, konkrétan egy host. Tehát, hogy ezért nem nagyon van rá már szerintem szükség, és simán meghalhat. Én először az első gondolatodra reagálnék, hogy szerintem egy konkrét másik worldot behozni, az nagyon jól kell megélni. Tehát szerintem az nagyon-nagyon problémás, mert ahhoz, hogy egy évad záróban legyen az, ahhoz annak valami olyannak kell lenni, hogy lehúgyozd a bokádat. Már, tehát, hogy önmagában az, hogy ez a park, ez mi. És ráadásul még a sztoriba is valami olyan szerep kell, hogy legyen neki egy ilyen előrevetített jelleggel, ami érdekessé teszi a neked, vagy ami miatt várni fogod a következő évadot, mert ugye erről nem beszéltünk még, de hogy szerintem erre is rá fognak menni azért a következő részbe, hogy ott hagyni olyan cliffhangereket, ami miatt a harmadik évadot várni kell, mint ahogy tették ugyanezt előbb is. És szerintem ezen a ponton egy konkrét világot behozni nem elég, nem tud elég lenni. Mert ugye, tehát hogy az első évad végén a Shogun World-nek a belengetése, az tényleg olyan volt, hogy eddig fogalmad nem volt, hogy vannak más ilyen világok, és tényleg az akciójelenet közepén egyszer csak átmentek egy ilyen termen, ahol amiből egyébként egyből értetted, hogy mi van, mert látta egy logót, meg látta öt szamurájt, akik ugye kikapcsolt állapotba álltak, és bábultak maguk elé, és egyből az volt, hogy bazd meg, van ilyen is, és hogy azóta viszont láttuk a Shogun World-ot, effektíve láttuk a rást, és én nem tudok elképzelni, hogy mi lehet a következő lépés, ami miatt megint ezt éreznéd, hogy bazd meg! Én mondtam, a Westeros World. Vagy egy Jurassic World akkor. Most kettő bukott, gyere vele! Jó, na, hogy ezek milyen viccesek, de hogy szerintem ez nem lesz, tehát hogy... És mondom, én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet annyira erős, hogyha egy van. Én mondom, én azt gondolom, hogy ezen a vonalon maradva félig meddig valami olyan lesz, hogy azt tudom elképzelni, hogy lerántják a leplet arról, hogy milyen világok vannak még, és hogy ezeknek meg mi a funkciója. Vagy valaki rájön, hogy hú, most akkor nekem az összes világ kell, és akkor elindulnak a következőbe, vagy valami ilyesmi egyen nagyobb, mint az, hogy egy konkrét valami lesz a fókuszban. Uh-huh. Hát ebben amúgy igazad van, hogyha most csak egyet lepleznének le, akkor önismétlő lenne. Tehát eljátszották már az első évadban is. Úgyhogy lehet, hogy tényleg az lesz, hogy akkor most kettőt lepleznek. Igen, sokkal jobb. Ott fog állni egy római harcos, meg egy, nem tudom, cyberpunkos Deckard.
Na, tényleg amúgy, ez kira, vagy egy ilyen posztapokaliptikus föld, vagy nem tudom, egy Mad ilyen Max föld. Mad Max föld, ja, az, vagy Mad World akkor, és akkor szóra kell így húztam. Igen, azt adnám. De mindegy, szóval az amúgy szerintem nem lenne egy rossz húzás, de tényleg itt valami nagyon nagyot kell húzni, és most vagy gépek lázadása lesz, úgy kint, úgy kintre megyünk Arnold Schwarzeneggerre. Lehet, amúgy tényleg lehet, hogy a Terminátor 6 az a Westworld harmadik évvel. Ah. Jó, már minden lesz. Istenem. Jó, ez egyébként, de vicces félretéve, ez szerintem egy kurva erős kép lenne viszont ilyen bazd meg feeling-e, hogyha tényleg így lenne egy ilyen svenk vagy egy fárt, és így látod egymás mellett a különböző világokat, vagy mindegyik világból egy valakit, vagy nem tudom, egyszerre belép mindenki minden világból egy ilyen párhuzamosan ugyanezek történtek ott is. És vagy megjelenne egy másik párhuzamos mév, aki szintén fellázad, csak egy másik univerzumban is találkoznak, és vagy hat különböző mév ugyanezen a... Mint a Neo a Matrixban, hogy ugye több Neo volt, és csak egyiknek sikerült. Hát én ott szúrnám le magam. Épp elég egy mév, meg utána volt egy ilyen japán mév. Hat Teddy, képzeld el. Berángattak még ennyi helyen, akkor mindent ott belepróbálnék hat. A hasüregembe szerintem, ami éles és szúrásra alkalmas. Hat James Marsden egy képen, azt képzeld. És ráadásul mindegyiket ő játszaná el hat igen. különböző stílusban. Így van, pontosan igen. Tehát én egyébként tehát ezzel a vonalon az most ugye nyilván megint elpoinkodjátok, tehát én azt gondolom, hogy komoly sztori szinten lehetne az egy szál, vagy az egy befejezés, hogy az összes többi parkban is ugyanez lejátszódott, vagy azért, mert a Ford mindenhol elindította, vagy nem tudom akármiért. Ezt azért nem tartom egyébként valószínűleg, hogy ez fog történni, mert akkor nem lőtték volna el a Shogun World-be az egész Akenét, aki ugye akiről már tudjuk, hogy a mév, bár lehet, hogy ennek ellenére pont az lesz, hogy azzal hozták be a nézőknek, hogy jó, érted, hogy a többi világban is van mindegyikben egy egészen hasonló figura, mint a mév, vagy akárki, és akkor az a végeredmény, hogy tényleg mindegyik világban megtörtént kvázi ugyanaz. Szerintem túl sokat... Hát vagy még az akkor, hogy mindenhol van ez a Forge amúgy, tehát hogy mindenhol van ez a Valley Beyond, és mindegyikben eljut ez a két karakter, vagy három karakter, aki most a Westworldben is, és a végén, amikor azt mondják, jó, akkor húzunk a picsába, és így kint itt találkoznának így az öt másik variációval. De ezt mondom. Igen, erről beszéltünk. Csak ugye én az a baj, hogy ez én nem nézek ki ennyit az írókból sajnos, és ez talán ilyen nagyképűen hangzik, de szerintem egyszerűen csak annyi volt annak a funkciója a Shogun World-re, hogy milyen vicces, hogy az írónak nem voltak ötletei, ezért duplikálta a karaktereit, és lenyúlta ugyanazokat a sztorikat. Tehát, hogy ez szerintem ez ilyen meta kiszólás volt a sorozatíróknak, akik újra és újra ugyanazokat a karakterfordulatokat lőtték el. Mi meg építünk köré egy ekkora nagy teorizálást, ami nyilván tök jó, mert ugye erről szól ez a podcast, csak én szerintem ez túl nagy jelentőségű dolog lenne, amit egy utolsó részben így belenyomnának. Aztán hát az Epic Mindfuck lenne. Hát az mondjuk, az, tehát nagyon tetszene nekem, a személy szerint a normálisan megcsinálják, de kétlem, hogy ez lenne. Hát meg igen, tehát azért sem valószínű, mert ugye az oké, hogy a Ford van egy ilyen Isten per minden, mert per Jigsaw mindent kitalálta előre, és mindenen uralkodik figura, csak tényleg az, hogy a többi világban az már, tehát hogy azért a formá a többi világban is mindezt kitalálta, az már azért jó, hát igen. Hát lemásolta, és van még öt Ford, és akkor így együtt. Jó. Oké, na de hát szerintem akkor ez egy jó kis rész volt, meg egy jó kis kibeszélő, főleg a Get Out of My Fucking Head már azért megérte, és tényleg minél többet beszéltünk róla, annál jobban érdekel a finálé, ami azért jó, hogy ugye most már péntekre virrattunk, úgyhogy három nap és nézhetjük is a másfél órás epikus lezárást. Nagyon kíváncsi vagyok, és akkor jövő héten szintén így hétközepén szerintem érkezik a kibeszélünk, valószínűleg a megszokottnál hosszabb műsoridőben, hiszen másfél órás az epizód, és hát remélhetőleg majd négyen leszünk, úgyhogy Gergő, szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk tartottál.
Hát én köszönöm szépen, hogy ismét eszetekbe jutottam. Bármikor, abszolút, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni, hogy meghallgattatok bennünket, kérlek írjátok le a véleményeteket magáról az epizódról, a mi teóriáinkról, hogy mennyire láttok benne spirituszt, illetve a saját teóriátokat, ez nehéz szó, saját elméleteiteket is nyugodtan osszátok meg velünk, mert kíváncsiak vagyunk, hogy szerintetek hogy fog végződni a második évad. Úgyhogy akkor hamarosan jelentkezünk, addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok! Get out of my fucking head! Snap!